Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. Ahogy láthattátok a korábbi videókból, Floridában vagyok ezen az egy hónapos jogaoktatói képzésen, és azt kell, hogy mondjam, egy picit kevesebb idő jutott a vlogok készítésére, mint ahogy én azt elterveztem. Nyilván tudtam, hogy nagyon intenzív lesz a suli, de abszolút szinte semmi időm nem jutott arra, hogy videókat készítsek, csak azt az egy-kettőt, amit éppen így menet közben elkaptam, meg megfeltöltöttem, szóval odáig jutottunk, hogy az utolsó napon vagyok itt az iskolában, és holnap graduation day, tehát holnap még reggel lesz egy meditáció, egy reggeli óra, és aztán olyan délután egy körül pedig mindenki ilyen fehér ruhában lesz, és akkor megkapjuk a bizonyítványokat. Szóval semmire másra nem jutott most időm, a mai nap során se, pedig szerettem volna, hogy kint leülök, meg pálmafák a háttérben, meg 25 fok napsütés, de egyszerűen egész nap vannak az órák, aztán abban a kis szabadidőben is ugye rengeteg olvasnivaló, házi, most fejeztük be az írásbeli esszéket, beadandókat, tehát egyszerűen semmi időm nem maradt. Ezért csak arra gondoltam, hogy ebben a kis videóban most leülök, így utolsó este, és összefoglalom, hogy mik a milyen tapasztalatokkal gazdagodtam itt az elmúlt egy hónapban. Tehát ugye, ha valaki esetleg lemaradt, akkor a floridai Boca Raton nevezetű városban voltam az elmúlt egy hónapban, és ezen az egy hónapos yoga teacher training képzésen vettem részt, ami itt a Yoga Alliance által megy, és ez egy 200 órás képzés, aminek a végén kapunk egy bizonyítványt, certificate. Na most én ezt október körül iratkoztam be, és rajtam kívül még 9-en csinálták ezt a képzést, de aztán az egyik lányzó hamarabb elmentett, ő végül is a 10-ből összesen 9-en maradtunk, és holnap 9-en fogjuk megkapni a bizonyítványt. Na szóval úgy nézett ki az minden napjaink, hogy ugye reggel minden nap meditáció volt, reggel 8-kor bizonyos szabályokat kellett követni, tehát hogy kávé meg ilyesmit, azt nem azoknak se szabadott inni, akik egyébként kávéznak, köztük én is, tehát úgy kellett menni, hogy semmilyen ilyen koffein meg semmi ne legyen az emberben, mert csak úgy lehet ugye normálisan kikapcsolni az agyadat, meg relaxálni, tehát hogy nem az, hogy az ember már reggel 8 órakor pörög a kávétól. Szóval ez volt minden nap, és akkor nyilván ez a meditáció is úgy volt, hogy minden nap egy picit más. Ugye, ahogy láttátok a Facebookon, hogy csütörtökönként volt a Sunrise Meditation, nekem az volt a kedvencem, amikor a napfelkeltét néztük, de aztán volt Walking Meditation, amikor csak szimplán megindult az egész 10-valahány fős csapat a tanárokkal együtt, és csak a szomszédos utcákat jártuk körbe 20 percig, ez egy csendes séta volt. Aztán volt abszolút teljes quiet meditation, amikor egy szót sem szóltunk, csak 20 percig ültünk. Aztán voltak ezek a guided meditation-ok, amikor bizonyos témakörben ugye vezettek minket. Aztán szerdán reggelenként volt egy bizonyos shamanic healing breathwork, ami most lehet először úristen, milyen szektába kerültem. Ez egy légzés technika, amely arról szólt, hogy 40 percen keresztül feküdtünk a hátunkon, és egy ilyen 4 szekcióba leosztva úgy kellett lélegeznünk, hogy ilyen nagyon erősen, de csak a mellkas, tehát hogy ki be, és közben pedig nyilván volt a tanárunk végig ugye közben beszélt, és vezetett minket egy ilyen meditatív állapotban, és ez egy ilyen nagyon ilyen tisztító dolog volt, úgyhogy rengeteg ilyen érzelem szabadult fel, tehát úgyhogy például mellettem a srác, és egyszerűen srác van a csoportban, ő is tényleg könnyes szemmel zokogott, tehát hogy ez egy ilyen nagyon egy ilyen ősi gyógymód arra, hogy az ember így kiengedje az érzelmeit, mert ugye annyira erősen koncentrálunk arra, hogy így a mellkasból lélegezzünk ki be, hogy ez ugye megnyitja az embernek a szívét, és egy csomó érzelem távozik, szóval ez nagyon jó volt. Aztán ugye 4 hetes a tanfolyam, és minden héten ugye mentünk olyan irányba, tehát ugye azt ne felejtsük el, hogy ez egy jóga tanfolyam, és ugye amit otthon jogának gondolnak, az a baj, meg itt is sajnos az USA-ban, az az, hogy az emberek mindenféle nyújtásokat csinálnak, és sajnos mindig el kell magyaráznom azoknak, akik ezt gondolják, hogy a jóga az nem arról szól, hogy a nyakadba teszed a lábadat, és akkor valami mindenféle fura pozícióban ülsz, hanem ez csak az egy része, ugye a jogának 8 része van, ez az 8 limbs,
és a fizikai gyakorlatok, a fizikai position, vagy posture, vagy pozíciók, az csak az egyike a nyolcnak, tehát ezt sokan elfelejtik, tehát ugye amikor itt jóga tanárnak tanulok, akkor én a jógának minden ágát tanulom, és nem csak azt, hogy hogyan tegyem fel a lábamat, ugye fejen állásba, vagy stb. Ti ugye eddig csak ezt láttátok Facebookon, de nyilván ugye ez mögött, ahogy mondtam, van egy ilyen elméleti tudás is, és hát ugye a jóga az nem vallás, de ugye spirituális, tehát ugye nagyon sok könyvet nekünk is el kellett olvasni, ami abból az időből származik, tehát több ezer évvel ezelőtt lett írva. Na most, tehát így indultak a reggelek, tehát hogy meditáció, aztán pedig volt egy reggeli óra, tehát fizikai, az egy Shivananda stílusú jóga óra volt, ami azt jelenti, hogy mindig ugyanazokat a posztúrákat csináltuk. Volt ugye bemelegítés, különböző légzőgyakorlatok, nagyon, nagyon hasznosak azok is, és aztán pedig 17 vagy 18 különböző pózon keresztül mentünk végig, ez volt reggel, aztán utána mindig volt elmélet, egészen fél egyig, majd fél ettől, fél kettőtől volt egy ebédszünet, és aztán délután is volt egy elmélet, majd pedig délután kettőtől négyig megint fizikai tehát gyakorlatokat csináltunk, amely teljesen másik gyakorlatsor volt, vagy flow, ahogy itt mondják, tehát ugye flow, hogy ilyen, hát egy jóga óra ez a flow, hogy mondják ezt magyarul, na segítsetek kommentben, mert nem jutnak eszembe az ilyen szavak. Szóval, tehát így néztek ki a minden napjaink, és egy szabad nap volt egy héten, ez a szombat, ahogyha láttátok Facebookon, akkor ugye volt a strandolás, mentünk ugye strandra napozni, meg csak szimplán kikapcsolódni, meg aztán mentünk ugye az ingyenes jóga órára a parkba, azt is láthattátok Facebookon, tehát így teltek a szombatok, igazából csak három szabad szombatunk volt, mert ugye most van csütörtök, én holnap végzem, aztán utána már vége, tehát nincs olyan, hogy szombat szabad nap. Tehát így néztek ki a napjaink, és közben ugye a rengeteg olvasnivaló, tanulnivaló, ugye gyakorolni házi, akkor ugye volt audioba is kellett hallgatnunk, ugye, hogy hogyan kell levezetni egy órát, ugye hogyan adja az ember az instrukciókat a különböző pózokhoz. Nekem ebben hál' Istennek volt már egy kis tapasztalatom, már csak az miatt is, mert már egy éve járok rendszeresen jogázni a jogastúdióba, tehát már csak az alapján is, amit hallok, már rengeteg minden megmaradt, tehát én rengeteg jogapóznak tudom a nevét angolul, sanskrit eredeti nevén is, szóval nekem az egy picit előny volt. Aztán nézzük, hogy mit kellett olvasni. Na most ezt is láthattátok Facebookon, hogy mielőtt megérkeztünk, ez volt az ajánlott olvasmány, ez a Power of Now, ez is ilyen spirituális book, könyv, viszont az egyik legolvashatóbb könyv, és megint azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon ajánlom azoknak, akik szeretnének angolul könyvet olvasni, csak úgy, mint a Mastery of Love, egy korábbi videóban mondtam, nagyon-nagyon érthetően, nagyon könnyen és nagyon egyszerűen van fogalmazva, tehát azok, akik is angolul középfokon vannak, biztos, hogy sikerélményük lesz, hogyha ezt a könyvet a kezükbe veszik. Következő ilyen könyv, ami már kötelező olvasmány volt, ez a Yoga Sutras. Na most ez a legalapabb könyve a jogának, hogy úgy mondjam. Tehát, hogyha lehet egy ilyen hasonlatot mondani, ez majdnem olyan, mint a olyan alapkönyv a jóga számára, mint mondjuk a Biblia, ugye, a kereszténység számára. Tehát ebben van igazából teljesen lebontva ezek a sutras, ezek a bizonyos pontok, tehát 1.43, aztán néz tovább, és 2.19, és ebben van lebontva az, hogy igazából mi az, hogy meditáció. Tehát ezt is úgy gondolom, hogy sokan nem tudják, de igazából az egész arról szól, hogy hogyan tud az ember teljesen, hogyan tudja az ember teljesen elvonatkoztatni önmagát a gondolatoktól, tehát attól, amit úgy mondunk, hogy mind angolul, tehát hogy az ész, az agya, tehát az egy dolog, és ugye az mögött van az igazi éned, és ugye ahhoz kellene tudnunk elvileg valahogy hozzá kapcsolódnunk, csak ez nem megy, mert ugye az ember feje tele van mindenféle gondolatokkal, és ugye a meditációnak ez a lényege, hogy azokat így elcsendesítsük, és ez az ilyen alapkönyv, ez több ezer éves, ilyen bölcsességek, ez az a könyv, mondom, ami annyira alapnak számít a jóga számára, hogy ezt bárhol az ember felüti, és akkor mindig, mindig talál valamit. Aztán kötelező olvasmány volt szintén, azt mondja, hogy a classic of Indian spirituality,
tehát ez is egy nagyon klasszikusnak számít. De Bhagavad Gita, ez pedig egy történet arról, hogy na, ez a könyv, ezt ahhoz tudnám hasonlítani, hogy olyan alap, mint a kisherceg, meg az alkemista. Ugye azok is olyanok, hogy az ember bármilyen korban van, felüti, mindig mást fog jelenteni neki. Na most ez a Bhagavad Gita, ez ugyanaz a történet, tehát ez is arról szól, hogy van a mindig elfelejtem a nevét, hogy hívják a főszereplőt? Főszereplőt, vagy a fő karakter, tehát a... mert ilyen szanszkrit neve van, úgyhogy várjatok egy pillanatot, megkeresem. Arjuna, tehát Arjuna a fő karakter, és az ő ilyen belső párbeszédét lehet végigkövetni ebben a könyvben, aki egy Krishnával beszélget, és Krishna igazából Krishna az nem tudjuk, hogy kicsoda, tehát valószínű, hogy ugye Isten, vagy aki ő Istennek gondol, azzal beszélget, és amikor ugye az ember ugye végig gondolja, meg vannak, felmerülnek benne ezek a kérdések így az életről, és akkor mindig ez a Krishna az, aki segít neki ezt így megválaszolni, tehát ez is mondom klasszikusnak számít, és kötelező olvasmány volt. Aztán kaptuk ezt a gyönyörű könyvet, amit, ahogy említettem, a reggeli óra, az a Sivananda jóga, az egy ilyen vagy 60 vagy 90 perces óra, attól függ, hogy milyen hosszan ül az ember egy bizonyos pózban, és ez a könyv hozzá, úgyhogy szerintem ez egy ilyen gyönyörű könyv, és ebben is nagyon sok minden más információ van így a jogával kapcsolatban, mint ilyen diéta, ugye általában a joga diéta az vegetáriánus, meg aztán különböző ilyen légzés technikák, és aztán ugye az összes póz így le van írva, úgyhogy ez is egy nagyon klassz könyv. És aztán volt a fő könyv, hát ebből, amit így kellett tanulni, ez a Yoga Teacher Training Manual. Hát ez egy szép, ilyen 500 oldalas könyv, ugye ebbe volt mindaz, amit az elmúlt 4 hétben foglalkoztunk, tehát ugye volt egy olyan része, hogy maga az elmélet, mi a jóga, mi a karma, meg kellett ugye az 8 limbs, ahogy említettem, a jóga 8 része, az teljesen részletesen meg kellett tanulnunk, aztán ugye voltak ilyen különböző spirituális történetek, hogy az ember azt hogy tudja ugye mindennapokba beépíteni, és aztán volt ugye az anatómia, az az, amit már meg kellett csinálnunk egy hónappal előtte, mielőtt idejöttünk, azt láttátok, hogy azzal küszködtem egy hónapot, aztán pedig, hát ugye az egyik legfontosabb, maga a fizikai gyakorlatok, ugye az tette ki a legnagyobb részét a napjainknak, szóval ezzel telt az elmúlt hónap, minden este jól elfáradtunk, tehát ilyen 9-10-11-kor már mindenki dölt ki az ágyba, van itt egyébként ilyen forró, ilyen pezsgőfürdő, tehát ott döglöttünk még néha így esténként, mert ilyen sós víz, tehát ugye mindenkinek izomláza volt, fájt mindened, úgyhogy ott tudtunk így kikapcsolódni, meg hát ugye programokat csináltunk így a szombatonként, a szabadnapokon, de mondom, mindig annyi házi volt, hogy igazából egy ilyen alapkép volt az, hogy bejössz a házba, és mindenki bújja a könyvet, meg a földön ülünk, tanulunk, szóval nagyon-nagyon jól éreztem magam, rengeteget tanultam, tehát az egy dolog, hogy ugye megkapom a papírt, hogy yoga teacher, vagy yoga instructor, de maga az, hogy ez az élmény, meg ez a tapasztalat, meg az, hogy engem mindig is érdekelt ez az indiai kultúra, meg a yoga, és azt gondolom, hogy tényleg olyanokat tanultam, amit se általános iskolában, se középiskolában, egyetemen sehol nem tanulna meg az ember. Szóval nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem, még itt is vagyok egy éjszakát. Remélem, hogy tetszett ez a kis videó, amiben elmondtam az élményeket. Nem tudtam többet filmezni, csak azokat a képeket, videókat, amiket hip-hop a Facebookra feltöltöttem, úgyhogy bocsi, hogyha arra számítottatok, hogy ilyen nagy floridai vlogok lesznek. Ennyit tudtam, mert a tanulás volt számomra itt az első számú szempont, de köszönöm, hogy itt voltatok velem, vigyázzatok magatokra, sziasztok!